De nem akarlak befolyásolni, ne befolyásolni, ha barikádozni úgysem fogom megtalálni. Milyen szerencsétlen. Dávid úgy szokta, hogy 8 körön keresztül, és semmi más nem csinál. Ebben a körben ezzel a 3 kockával megpróbálom kitúrni a snipert. És aztán megvan a sniper. Nem. És akkor én most ez mit csinálok? Te leszel az első játékos a körben. Tehát ugye te magad. Zártad ezt a kört, de most te is fogod is kezdeni a következőt. Jó. Ez végtelenül nagy előny, azért is mozog az egyik jobbra és a kör meg balra, hogy általában a taktikailag vagy stratégiailag a legjobb pillanat egy árulónak akkor akcióba lépnie, amikor ő zár egy kört és ő nyitja a következőt. Mert akkor két köre van. Két köre van. Őt ugye megoldottuk, ez a krízis, ez megy a kukába, és elindul a következő kör, aminek az első lépéseként felfedjük a krízist. Kaja! Éjség! Hó! Na! Remek. Nem, mi? Remek! Egyenlően nem száműzött játékosok szám. Összesen 5 kaját. Igen. 5 ide és 6 oda, tehát összesen 11 kaját kell összeszednünk, abból egy van meg. Jézusom! Azt a rohadt büdös. Na jó, van, figyeljetek, kigyakuljon, azt rendet tesz. Dobok? Mindenki dob. Mindenki dob. Mindenki dob. Az Isten! Na? Nekem mindegy, én kettővel keresek. Nekem a kettő. Én egy 5, egy 2 és egy 1. Tehát, hogy ennyit tudok felmutatni. Jó. 5, 6, 2. Nem? Igen. Továbbadok. Igen. Edo húz neked. Igen. Szépet húzzál. Jó, akkor én most csinálok dolgokat, ugye? Igen. Jól érzem. Dr. Emil Schaffhausen. Jó. Végtelen mennyiségű kajára van szükségünk ez a jó. Helyzet. Van ilyen, az egyik ilyen lap, hogy Rod, nem tudom, Stuart, fogalmam sincs, hogy hívják, de hogy így... Szívroham Rod. Stuart a játékban van? Igen, akkor most szívrohamot kapott. És így, jó, akkor ő meghal. De hogy így és ennyi. Ennyi történik, tehát nem valami akkor válasz, vagy valami, hanem játékban van? Akkor meghal. Szívroham Rodnak hívjuk azóta, és most... azon rajta elbuktunk egy játékot. Te most mit csinálsz tulajdonképpen? Még én sem tudom. Most élelmet fogok berakni a raktárba. A raktárba vagy a krízisbe? A krízisbe. Hova tegyem? Melyik a jó? Hát, attól, ja, értem, várjatok. Értem. Például... A krízisbe kell 5. Leszi vagy-e vagy nem? Értem. Például, ha az van ráírva, hogy 2 élelem, akkor értem. Azt érdemes ide rakni, mert itt 2-nek számít. Itt csak egynek. Ott meg csak egynek. Hogy? Tehát, hogyha az van egy, hogy 2 élelem, ja, értem. Az csak egy nem. Lap kerül be a szemétbe, viszont 2 kaja kerül a raktárba. Ja, nem. A krízis esetén viszont egy lapot raktál be, úgyhogy az ugyanúgy egynek nem, számít. Akkor viszont beteszek 3 kaját. De azt hova? Nem tudjuk, jó? A krízis hozzájárulásba. Igen? Vagy nem, beteszek oda 2-t. Jó van, na, jó kell megoldani. Tehát beteszek ide 2-t. Igen. És mindegyik csak ilyen szimpla kaja. Tehát mindegyik dupla. Egyes, igen. És aha. Oda megbeteszek még egyet. Na, jó. Értem. Egy olyan. Értem. Jó. És egy most... Picit értem. Picit. Picit. Ott picit. Én most tudok keresni, picit. Ott nem kell utazni. Te ott sehova. Vagy, és ott keresel, persze. Amennyit csak szeretnél. Jó, akkor keresek. Ennyivel keresek? 4. Nem, négy plusz. Mert hogy nem, mert a kutyával keresel, kettővel keresel. De azt csinálsz, amit akarsz. És ugye ugyanúgy, mivel még megvan a térképed, ha azt nem kellett eldobni, nem. Akkor ugyanúgy ugye 2-t nézhetsz jó. Meg, és 2-t meg is tarthatsz. Ott a harmadik helyen van a kaja. És hogyha valamit nem akarok megtartani? Akkor tovább kell keresned. Olyankor ugye húzhatsz egy új lapot. Igen. Viszont felkerül egy zajtoken, ami lehet, hogy majd behoz zombikat. Tegyünk zajtokent. Mert ennyire szar? Én is ott igen. Vagyok! Nem baj. Majd barikádozol. És most egyet húzok. Igen. És egyet el is dobhatok. És most a háromból ugye 2-t tarthatsz meg. Jó. És ezt hova? Az bekerül az aljára. Jó. Mit nem akartál ennyire? Két túlélő. Elég butóban, hogy elkezdjük felhozogatni a túlélőket. Jó, és akkor... Ezt mondaná egy áruló. Én most takarítok egyet, ha már ott vagyunk. A takarítani még egyáltalán nem.
Akkor de hagyd takarítson. Hát tisztaság legalább... hát most hagyd takarítson. A többiek hát... csinálhatnak valami értelmeset. Végül is az egész világ romba dőlt, apokalipszis van odakint. Hát most hagyd takarítson. Legalább egy kis része, hogy legyen tiszta. Legalább ez a rész legyen lakályos is tiszta. Az anyuka az ugye meg fog tudni ölni még két zombit a dobán. Igen. Az lenne nagyon tehát fontos. Egyel zombit ölök, egyel takarítok. Ez a cél. Neked nem is kell a kockát használnod ahhoz, hogy... Ja de, egyet. Egyet igen. Felhasználsz arra, hogy akkor megölsz kettő darab zombit. Őket? Dögő. Újra a férgese. Nem? Innen nem. Hát igazából ugye innen fog elkezdeni telítődni, de mindenképpen jönni fog 5-6 zombi, szóval idáig biztos, hogy el fog jutni. Hát majdnem mindegy, hogy hol ölöd meg egyébként, mert úgyis a ninjának is gyilkolászni kell odament. Jó, hát akkor így ha már előzőleg nem csinált semmit, nem? Már, bocsánat, de kettőt tehát, vagy, is öltem. Vagy innen vegyél a kettőt. Én! Azt már elfelejtettem. Ezt a kettőt levettem. De ne oda, az én. Az nem baj, legalább lesz hova fel. Vagy zavarja az OCD-det? Nekem rohadtul, tehát itt vannak az emberek. Nézd csak. Jó. Ajaj. Már remeg. Mitől? Mint az űrgolyókban. Jó, uram! Nem! Én hagyj takarítsak már egy. Jaj, takarítsak! Ne, az, amit akarsz! Takarít! Háromat veszek ki akkor? Igen. Igen. A felső hármat kidobjuk. Hát három. Tessék, milyen rend lett. Igen. Tessék. De majdnem olyan jó, mintha kerestél volna és szereztél volna még egy kaját. Majd én szedek kaját. Amiből szemét lesz. Nem kell aggódni. Én nem bízom benned. Tudom, de ettől még így fogunk nyerni. Jó. Ja, és akkor megoldod ezt az akciót, nem akarsz már semmi más csinálni. Gábor, ja, nem szabad, nem. Igen, nyerni. Húzol nekem egyet. Ki akar csinálni? Ki? És megnézed, ki hogy csinálni. A jelenlegi állásban teljesül-e. Kizárjuk utolsó körben. Húha. Jó. Jó, első két sort elolvastam, ott benne volt a lényeg. Jó, én bődületesen a szarokat dobtam. Én dobtam egy ötöst, egy kettest és egy egyest. Az egyessel effektív, nem tudok csinálni semmit, csak takarítani. Barikádozni is tud. Barikádoz. És miért nem mondtad? Akkor barikádoz, használsz el az egyesetet és barikádoz. Vagy elhasználom a szemetemet, és újra dobom. De miért nem barikádozol? Egyébként igen. Menjél kutatni. Barikádozzál oda egyet? Barikádozzál. Majd azt én eldöntöm! Fogd a barikádot! Azt kutassál! Majd én azt eldöntöm, hogy a barikámmal mit fogok csinálni. Akkor áruló. De először is felhasználom ezt a kockát, ami egy 5-ös volt, nem egy 6-os. És... Mácsal! Miféle... Mindegy. Miféle hangok ezek? András. Hangot csak? Ha? Ne menjünk ebbe. Ezért barát. Szünetelünk egész márciusban, mert én ezt nem bírom. Eddig vagyok. Mi ez? Mi? Tudnunk kell valamit, vagy? Nem. Hol vagyok a könyvtárban? Én ott kettőt fogok húzni. Mert hogy egy ilyen... Mert hogy egy ilyen könyvtáros vagy. Hú! Csinálj vagy már még valamit. Friends? Phoebe. Én húztam egy élelmet, az a kérdés, hogy ezt most melyik berakjam, mert ez egy szimpla élelem. Itt most van már kettő. Szerintem oda. Aha, berakom ide, akkor így már van. Szimpla shotgun. Nyilván egy shotgun-t azt... Na. Nagy éjség van, azt is el. Az Isten álljon meg. Csocsáljuk. Illetve húztam egy tök jó kis eszközkét. Az a rejra három túlélő. Nem. Ezzel a karakterrel megölök egy zombit. Igen. Mondjuk innen. Parancsolj. Köszönöm szépen. Látod? Tanulsz. Tanulok, és akkor ezzel a karakterrel pedig felrakom, vagyis hogy ezzel az egyes kockával, amivel akár takaríthattam volna is, azzal felrakom minek? Egy barikádot ide. Minek? Barikád jobb. Áruló, húzzál egyet. Mit áruló? Beraktam mindent. Húzzál. Fogsz tudni, szóval, először is, az iskola igazgató az iskolában Arthur Thurston. Az iskola penésztől bűzlik. Arthur ráncolja a homlokát. Nehéz elfolytania magában az iskola igazgatót. Talán egy nap véget ér ez a rémálom, és visszatérhet kipucolni a helyet. Hirtelen apró kezek nyúlnak ki egy pad alól, és elkapják a bokáját. Egy kölyök az, még csak nem is halott. De a kis szörnyetek piszkos és vad.
Egy másik gyerek keze nyúlik ki a sötétből, és megragadja a bal csuklóját. És még mielőtt reagálhatna, mind rávetik magukat. Első választási lehetőség. Arthur legyőzi a gyerekeket. Második választási lehetőség. Elsüti fegyverét az összegubancolódott kis testekre. Úgy döntök, hogy lebirkózom a gyerekeket. Oh, persze. Lebirkózod? Rájuk ötünket. Mondjam akkor, mi történik? Igen. De súlyosan megsérül. Tégy. Kettő. Ne! Sérülést. Arthur-re. Meghalsz. Meghaltam. Bedod a kártyát az asztalhoz. Az is te szerelmére. Jó, ezt elrakjuk. Viszont a sebzésjelzőt. Köszönöm, sebzésjelző visszajön, egyel csökkent a morálunk, mert... De nem csökkent a morálunk. De csökken, mert meghalt. Így is úgy is csökken a morál? Igen. Nem, mert ettől nem feltétlenül... Hát igen, ha nem lett volna alapból egy sebződésem... Akkor még akkor csak a morál csökkent volna? Nem, akkor csak sebződtem volna kettőt, és semmi nem történt volna. De egyébként volt alapból egy, megkaptam kettőt, ezért meghaltam. Ezért dolgoztunk. Jó, akkor Arthur kiszállt a buszból. Arthur beáll ide. Mert hogy most már zombi? Igen, hát gondolom, nem? Hát de ez a mi háttér. Ott marad a gyerekekkel, és folytatja a történet. Andrew Evans lett a vezetője a csapatomnak. És akkor Andrew Evans, ő az élelmiszerboltban van. Öld meg gyorsan őt is, Kaci, hátha. Ő ott keres egyet, amivel rögtön két lapot is megnézhet. Mert ez a különleges képessége. És még nem alakul át, tudod, az is. Meg is tartom a mind a kettőt. Ahó, merre vagytok? Végtelen mennyiségű kajára van szükség. Már keresek, nem. Keresek még egyet. De nem, ő egyébként se volt benne. Egy lapot kérek szépen. Ezt is megtartom. Remek! És ugye van még egy kockám. Na, azt fogom csinálni, hogy egyrészt befizetek két kaját, hogy ide kerüljön kettő. Jó. Ez még nem elég. Sok kajára kell most. Másrészt berakok ide egy kaját a krízisbe. Az ott mennyi akkor? Kettő, négy. Négy. Jó, akkor a Gábor is nektek kell még egyet-egyet berakni. Nem baj, ha több. És... Nem most. Ha azok négy, akkor neki csak egy, valamelyiküknek kell egyet. Igen. Mert ugye 11 öt elég. 11 kell, nem? Ja nem, te már meghaltál? Vagy miért? Ne, csak az egyik karaktere mordált meg. Ja, itt jelenleg ugye 12 van, tehát ide 6 fog kelleni. Tehát ide még 2 Cső. Kell, oda meg 1. Én azt fogom csinálni, hogy... Jó lenne még ott kaját húzni. Hol? Hát ott a... Hát húz. És nem csökkent a morál? Jó, csak ezzel már nem tudok... Egyes csökkent. Ezzel már nem tudok keresni. Szóval... Mivel nem tudsz keresni? Kettessel. Hát ugye azt tudom, hogy úgy tudom dobni. Nem dobom újra. Építek oda egy barikádot. Ne oda építsa, izébe építsa. De oda nem tudok, nem vagyok ott. Tehát, hogy Kaci teljesen felesleges. Nem, az élelmiszerboltból minden körben ki fogom túrni a szoros kaját. Mint ebben a körben is. Gratulálok a két élelemhez. Három. Jó, három. Ez mennyivel több, mint amit te raktál be? Eggyel. Na, köszönöm. Te jössz. Kérlek, húzz nekem egy ilyen, húzz ilyen. Húzok egyet. Ne te húzzál! Nem a te dolgod! Jó, ez nem kell. Adj egy másikat. Szóval hozzányúltál. Mehet. Igen. Na, hát akkor mi legyen? Ben van a Doki néni. Ugye? Ben van a Doki néni. Keressünk akkor. Én felhasználok egy hármas keresést. Igen. Tudod így? Ne hiszem. Igen, nézzétek. Akkor keressünk. Egyet kereshetek? Igen. Te csak egyet, mert te béna kereső vagy. Nem úgy, mint ti. Wunderschön. 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 Das ist ein sehr gut Karte. Tiefer Hans Jürgen, tiefer. Ide jön, és akkor mi a következő? Mit csinálok én? Annyian vagyunk, hogy elfelejtem már, hogy mit kell csinálni. Tehát keresek valamit, megtaláltam. Baromi sok kajára van szükségünk. Ugye a szabály szerint, vagy a feladat szerint nekem inkább a krízisként oda kéne tele nyomni egyet. Kajával egyet,
Ez a kaja egynek felel meg, úgyhogy én ezt itt ide lepakolom. De ha van esetleg olyan kajád is, amit oda hozzá. Nem, olyan már nincs. Olyan, én igazat mondok, Isten engem úgy segíjen. Jó. Igazam. Ide én még mindenki be kell raknunk két kaját. De nem én. Én egyet beraktam kríziskezelési szempontból. Menjél, keressél valahol kaját. Egy menjek, keresek még. Takarítani is kéne valakinek. Majd azt én takarítani. Jó, egy szemét van benne. De már nem fogsz katarítani. Egy szemét. Hát akkor keresek még. Keres egyet, hát ha. Jó, akkor a kórházban én keresek még egyet. Végül is megtehetem, ugye, egy négyessel. Ugye? Megteheted. Sima. Simán megtehetem, de az már zajjal jár, nem? Nem. Csak hogyha a keresésen belül több kártyát akarsz felhúzni. Egyetlen kérdésem van. Mi buddy csak etetjük? Igen, amúgy. De hát mit csinálja? Hát én takarítanék buddyval, mert semmi másra nem jó. Dehogy nem, hát ő nagyon bírja, tehát ő kimehet, kijöhetne ide. A rendőrőrsre, jó, és de akkor várja, akkor visszaveszem a négyeset. Hát jó, jó? Azt mondja, ő tud menni a négyessel keresni. Igaz. Jó, kimegy, de kimegy gyalog. Hogy megy? Kimegy gyalog? Persze, spórolunk a benzinen. Lehet, hogy meghal, de jó. Lehet, hogy meghal. Nézzük. Ide. Ad ide, na. Nem, jó lesz az. Ő is tudja a fanfitgis kézfogást. Come on! Yes! Buddy, a fitness edző, the gym császár. Gym császár, te akkor ezt egy négyessel tudsz keresni. És akkor én be is rakom, és... Átnyújtom ezt a lapot. Oké, remek, akkor ezt én meg is tartom. Ott maradunk vele, vagy mi lesz? Amit akarsz. Jó. Ne gyere vissza, nem akarok és akkor, hogyha Edo is kivisz egy karaktert, akkor már még kevesebb. Akkor lesz. Ugye már még kevesebb kajak kell, mert akkor csak 10 lesznek. Jó, benne, Buddy, akkor igen, most kitett magáért, Buddy. Szerintem itt Tibivel rendbe tudjuk tartani simán, a izét. Simán, mire visszajöttök, nagyon minden. Jó, jó, várjál, mit találtam? És megöljük az összes túlét. Még akkor be lehet pakolni valamit? Lehet, persze. Akkor én a kríziskezelőbe még egy de az már, abban már 5 van, nem? Akkor igen, inkább a... Akkor ide rakok egyet, aha, ide, és akkor az megy a szemétbe. Igen. És akkor kérek egy zabát. Adjad már! Jó. És így. Akkor így, okay. Ja, az már sok, akkor ide inkább nem rakom be ezt a gépfegyvert. Jó, igen. Mondjátok, mit csináljátok? Csináljátok, hát mit akarsz? Vagy kereshetsz valamelyik helyen, bármelyik vagy barikádozhatsz. Barikádozom, a barikád az nagyon szeretem. Megölheted is szeretem. Zombi. Hát, itt szerezhetsz fegyvert még. Tehát, hogy itt a rendőrös az azért zsír, mert itt a leggyakoribb a fegyver. És lehet, hogy találsz egy rakétavetőt. De itt a izé, aki meg tud ölni kettőt. Ja igen, de tehát ezek között, a fegyverek között van például egy sniper, amivel te innen megölhetsz egy zombit itt. Tehát az nem egy rossz cucc. De nem akarlak befolyásolni, ne befolyásolja, ha barikádozni akarsz. Ne befolyásolja, mert úgysem fogom megtalálni. Milyen szerencsétlen vagy. Dávid úgy szokta, egy 8 körön keresztül, hogy semmi más nem csinál. Ebben a körben ezzel a 3 kockával megpróbálom kitúrni a snipert. És aztán megvan a sniper, és akkor meg van mindenki nagyon boldog, akkor nincs ez a sírás rívás. Egy kör van játékból, olyan jó, figyelj, tök mindegy, az én köröm végén én építhetek még ide barikádat a biztonság kedvéért? Nyugodtan. Szeretnék. Jó. Jó, motivál. Akkor keressünk snipert. Ja. Jó? Ja, azt akarom. Ja, nem, tehát hogy a barikádépítés is az kockába kerül. Jó, hát ezt... Hát ezt nem mondtam. Most vagy keresel, vagy egy barikádot. Én fontosnak építesz. tartom. De barikádot csak odaépíthetsz, ahol vagy. Igen. Tehát igen. Ide nem építhetsz. Oda nem építhetsz. Tehát a titkos küldetésed, miszerint legyen legalább 5 barikád. Tényleg. Tehát vagy ide építhetsz, vagy oda építhetsz. Akkor nem kell a barikád. Akkor mégsem kell a barikád. Milyen érdekes. Akkor kotorjunk. Mit kotorjunk? Hát kotorjunk. Hogy lebukott. Mi akkor megvan a kaja? Mondhatom, vagy... Elvileg megvan a kaja. Igen, ott már biztos, innen oda meg még ha te kimész. Neked, Edo, van még a kezedben kaja? Mert? Nem, arra úgy. Nem, semmi. Na most igen, tehát igen, hát... Igen. Hogy is mondjam? Hogy a közjavára legyek. Igen? Hát, beszóltál Buddynak, hogy csak etetjük. Most aztán Buddy kitett magáért. Hogy tud ő segíteni még? Tehát, feláldozza magát. Tehát mikor tud ő esetleg
ölni. Ha van nála egy fegyver. De ez egyébként is tud ölni, csak megvan a veszélye annak, hogy meghal. Sparky. Igen. Oda eljutott a csatorna, hogy hangeffektjeink vannak. Tibi kutyája nem tud jó, figyelj! Nem tudom, hogy hova fog kijutni ez a játék. Én lőnék. Lőjél. Van lőnék. Fegyvered. Van neki. Ki húzta a snipert? Hát látod? Tika masszala. Egy csirke tika masszala. Tika T3 puska. Viselés körönként egyszer egy tetszőleges helyszínen elpusztíthatsz egy zombit. Játékos társat. Igen, de ez ne dobj a veszélykockával. Ez nem minősül támadásnak és nem igényel akciókockát. What does it mean? Azt jelenti, hogy lerakod magad mellé az a karakterhez, akit szeretnéd használni. Effektíve. Buddy, így van. Buddy és használja. Mostantól minden körben lényegében kiválasztasz egy zombit akárhol. Nem. Minden körben? Minden most körben. Is? Most is? Őj, Buddy, őj! Megölök valakit, már megölök. Van, hol? Nézd, ott egy szegény nő és egy kutya, hát mit? Igen, oda ugye két oda zombi fog jönni abban a körben. A rohadt mocskos tetasz. Igen. Szedd már le, léci. Na jó van, Ben, jó van. Jó, nem lesz bizalmatlansági indítvány, most már biztos. Biztos? Köszönöm szépen, egyelőre igen. Köszönöm. Megmentettem. Na köszönöm. Jó, van, jó. Van. Szép munka. A kalózfaszimmal elmegyek ide. Tudom, hogy dobnom kell. Most megölöd mind a kettőt, a sniperesünket is, de nem. Egyet kaptam. Csak egy. Tegyél át egy ilyet oda. Igen. Egyet edd oda. És ezzel miért? Keresel. Mert? Nem. Az utazás az nem kerül kockába. Ja. Ja, azt hittem, hogy már ja, ez tényleg, már a keresés. Igen. És akkor nem kell kaját betennem, igaz? De. Ide nem. Ide elvileg jók vagyunk. Igen. Itt pont azt az ötöt fogják megenni. Nem, ez a 2, 4, 8, 10. Igen, ötöt megesznek. Ötöt fognak megenni, meg ha ott is bent van az öt, akkor elvileg jók vagyunk. Ja. Igen. Jó. Nyilván ettől függetlenül, ha van kajád, akkor berakhatod, mert nem romlik meg, a következő körre is jó lesz. Szeretnék a csajszival keresni. Igen. Te ott egyet keresel? Négyet. Négyet nézhet meg, de ugye csak egyet tarthat meg. Nekem kéne még egy túlélő, gyerekek. Minek az neked? Kaci, szerintem itt egyel is elég nagy kárt tudtál szerezni. Vagy okozni. Nagyon néznek rám ezek a csávók itt. Csinálj így, hogy... Majd kiszniperezed őket mindjárt. Egyébként simán. Siess, mert Gábor mindjárt elsül a fegyvere. Igen. Nagyon jár a kezem az asztal alatt. Mint az igazgató úrnak. Remeg az ujjam. És nézd, hogy kloroform, igen. De nem utasd nekem. Ez nagyon jó, ez a kis... Ezek a lapok. Az jutott eszembe... Az, hogy fogalma nincs, hogy mit csinál. Az jutott eszembe, hogy mióta meg lehet fordítani a kijelzőt, azóta én mindig a kijelzőt nézem a... Nyilván egyetlen egyszer sem néztem még igen, vele, igen. És Töki, amikor feltettük a videót, és Töki megcsinálta a beköszönést, de úgyhogy ő végig a mikrofonban egyet nézett. Mert ők ugye egy podcastet csinálnak, úgyhogy ő így már hozzászokott. Neki itt van az a mikrofon, úgyhogy a mikrofonhoz beszél. Egyet megtartottam. Rendesül, hogy zseniális podcastet csinál. És jó. A csávukámmal is akarok még egyet keresni. Körönként egyszer. Ebben mi is belefutottunk. Ezt Tibinek most kezéből véletlenszerűen húzhatok egy lapot. Kihajtott hát, kijelzőt néztem. Persze. Az optika helyett. Nyugodtan. Elveszed tőlem valamit? Ha persze. Hát ne csináld már. Ezt is el lehet venni? Ezt nem veszed kezéből el. Csak. Kezemből? Nem. Ez az enyém már. Jó, mit vittél? Nem mindegy. Hát mindjárt meg tudom én, hogy... És akkor a vele keresek, ő vele csak egyet kereshetek? Igen. Hát van még olyan kockád, amivel tudsz keresni? Ja, vagy ez volt a... De a... Hát az ugye nem kerül kockába. Ez nem kerül kockába. Viszont az a baj, hogy a keresésedhez legalább 4-es kocka kell. És már csak egy 2-es kockád. Takarítsák ki, nézd meg milyen kupiból. Ja, hogy erre is költöttél egy kockát igen. Most. Egyet kereshetsz az 5-össel. Jó. Ennyi. És takarítsák ki. De nem tud, mert már nincs bent. Ja. Mi vagyunk csak bent. És mit kell, mit lehet csinálni még? Hát az a kés mit keres Tibinél? Ő a kezdőjátékos. És ami itt van, ez... Ja,
Hát azt most megtarthatod. Ezt meg kell tartanom. Hát igen, ha nem akarod megtartani, húzhatsz újat, akkor nő a zaj azon a helyen. Akkor oda kell tenni egy fülest. Nem, akkor inkább bedobom. Ide kell őket rakni. De akkor ezzel most két kívülállót még beraksz. Igen. De akkor nem lesz elég kajánk bent. Igen. Gondolkozzál már. Igen. Akkor ki fogunk szavazni jó. A hóba jó. Az első adandó alkalommal. Okay. Az az áldott jó lelked, az igen. Fog minket megpusztítani. Igen, de hogyha csapsz mindenki... zajt, akkor húzhatsz egy másikat. De nem oda szoktatsz mindenkit, mint a macskákat. Jó, az kimegy szerintem a játékból, nem igen. Megy a szemébe. Helyezd a túlélőpok legfelső kártyáját a követőid közé. Tehát kapsz egy extra karaktert. Ő az áruló. Aha. Van egy árulónk. De ti vagy én. Mert elmondtad neki, hogy akkor kell árulni, amikor ő az utolsó játékos. Nem, akkor kell árulni, amikor te vagy az első. De most te vagy az akkor utolsó. Te vagy az utolsó, és ja. Te vész majd még egyszer. És te lesz az ja. Első. Jó. Kígyót melengedtem a keblemet. Igen. Jó, megmondom, hogy hogy van a kiszavazás. Nagyon egyszerű. Na? Helyezd a tőle legfős, a kártyát követőid közé, valamint a figuráját. Mit csináljuk ezzel a csávóval? Van egy új karaktered. Igen. Igen. Őt lerakod ide magad mellé. Igen. Jó. Ő csatlakozott hozzá. David Garcia. A fantasztikus könyvelő. Mostantól velünk van. Ide jön. Illetve... Ide Google, ott mi, szarik már. Ott szarik, oda, igen. Maga alá szarik igen, már. Belefosott a játékélményünkbe. Gyakorlatilag mindegy. Igen. Illetve jön ide még egy éhes száj, akit ebben a körben már nem tudunk megetetni. Tehát csak nem tudsz berakni oda ennivalót? Nem. Hát akkor minek kellett idehozni? Azért, mert áruló. Akkor minek kellett volna? Minek kellett azért, idehozni? Azért, mert ez a küldetésed, mi? Ez a küldetésed. Ez baj. Hát most őt száműzni fogjuk, a száműzetéssel meg fog változni, hogy mi a feladata. Igen. Na majd mindjárt kapsz másodat. Igen. Na igen, menjünk tovább. Nincsen semmi baj, hello! Jó, hát mindegy, ez majd a jövő zenéje, hogy hol fogjuk őt száműzni. Hazamegyünk, számolunk. Akarsz-e még valamit csinálni? Nem, köszönöm. Nem akar csinálni épp semmit. Épp elegettet. Jó, akkor a játékosok köreinek vége. Szóval, igen. Egyrészt be kell adnunk az élelmet, amiből nincsen elég. Most azt történik, hogy ezek a kaják legalább megmaradnak, nem mennek a lecsóba. Viszont bekerül oda egy éhénység jelző token, és csökken egy a morál. És mennyit kerestél ezzel, mi? Ki pénzzel? Aztán ellenőrizzük a szemetet, az még nincsen 10, úgyhogy amiatt nem csökken a morál. Aztán kiértékeljük a krízist, ami oda nem raktál be, remélem. Nem. Jó. Mert még ugye azzal is... Megint voltam az utolsó. Hát de még ugyanúgy berakadtál volna egy rosszat. De hát az nem ugyanaz. Nagy kár ért. Pedig ott azzal nagyon be tudott volna minket szopatni, mert ugye felkerült volna még egy éhínségjelző, és de akkor hogyha, kettesen... De várjál, azt nem tudtam. Tehát, hogyha... De ha meg is van, és azon felül van egy rossz... A rossz az mínusz egy. Én azt hittem, hogyha már megvan, akkor utána azt már... Tök mindegy, hogy... Oda kellett volna figyelni a magyarázatnál. Hát, ha olyan jó lett volna az a magyarázat... Ja, ti tudtatok róla, ugye? Igen. Szorítottam, hogy kérdező, hogy fog meg, hogy. Gondolkoztam, hogy oda azt az egyet. Megvan! Megvan a krízis. Pedig most kitoptunk volna tulajdonképpen, ha nincs, de hála az Istennek. Jó. Hogy bírsz így tükörbe nézni, mi? Ezt követően felhelyezzük a zombikat. Fúj. Fogjuk. Megkrémezzük is. Ez az azt jelenti, hogy itt 9, meg 3, az 12, tehát ide 6 zombi fog felkerülni. Jesus. Ezeket felrakod, te raktod oda őket. Miatt van ennyi? Igen. Jó, igen. Egy. Ma nem mehetek kettő, haza, úgy lehet. Három. Jó, ide is jön egy. Négy. Nem baj, én leírtam. Öt. Ide is jön egy. Buddyval én. És 6. Várj, hogy nem vehetek. Jaj, véletlenül oda raktam az igazgatót. Ide feljön. Már. 2. És a Sparky és a legyen olyan kedves, dobjál egyet a zajra. Dobjad neki, Sparky. Ja, én? Igen. Büntesd meg a zajt. 4 fölött kell. Hát ez siker. Legalább a zaj lemegy. Igen, és lejön az csak leveri a barikádot, igen. Aztán az élelmiszerboltba is jön egy tudom. Zombi. Már telepakoltam. Oda meg 2 jön. Azt mi volt a küldetésed?
Az mindegy, az mert most kapni az... fog egy újat. Hát de most már elmondhatja. De akkor már nem én leszek kazán. De nem, most nem mondhatja még. Nem mondhatod el. Most meg kell szavaznunk még. Ja. És lement egy kör, ugye? A négyes, most jön igen. Majd a igen, nem teljesült a fő cél. Letörpörgetted kezdő játékos jelzőt, pedig átadjuk Edónak. Most ugye az fog történni, hogy le fog menni a te köröd, akkor azt csinálsz, amit akarsz, abban nem tudunk megakadályozni. És utána a Tibi körében fogunk tudni kiszavazni téged, akkor majd ki kell takarodnod a kolóniáról. A házból és Budapestről. És kapni fogsz egy új feladatot. Na, hát lement ez a kör. Mennyi? 5-5-öt kell túlélnünk? Ja. Eddig 2 sikerült. Igen, igen. De már most tudjuk, hogy... Igen, legalább annyi könnyebbség lesz, hogy most már a kolóniára te nem jöhetsz vissza. Nem baj, én ott jól el vagyok. Oda te többet be nem teszed a lábad. Igen, de én arra is felkészülnék a helyedbe, hogy nagyon valószínű, hogy mivel hogy te most jössz, igen. Utána bárki, akivel egy területen vagy, az szájba fog verni. Apa oda megy, majd csak figyelsz. Lesznek problémák, na. Ja. És mit csináljak? Kihúztad a gyufámat. Nyilván segíteni akarunk. Hát persze. Mindannyian. Hát tudom én. Tehát, hogy most nagyon be tudsz szopatni minket. De jó. Nézzük a krízist. Igen, igen, nézzük. Krízis. Beteszem, ami kell. Na, hát. Ezt nem értem. Nagy kár. Egyedül maradtál. Nagyon előttem. Sajnáljuk. Én nem mondom el. Kidobásuk ki. Cuters. Na, Edo, az a szabály, hogyha... Ha lebuktál, de még nem szavaztak ki, akkor barikádokat kell építened a kolóniára. A kolóniába. Uh-huh. Minimum kell. Először is mindenki... Nem tudom, ez mi, de berakok ide kettőt. Először is mindenki dobja a kockájában, mielőtt bármi történik. Jaj, milyen történik. Igaz, milyen igaz. Én neked, Edo, neked már van egy plusz kockád is ráadásul. Igen. Mert hol? Minden egyes ott. Karakter után kapsz egy kockát. Én meg ugye vettem egyet. Hát... Fond is. Volt már jobb. Azért én megnézhetem, hogy mi a szívásra. Ez? Te megnézheted. Én most szarokat dobtam. Jó. A húztál Edónak nem. Crossroad kártyát? Nem. Hát, ha belepusztul. Milyen jó lenne. Emlékeztek, hogyan vonzotta magához a tűz azokat a zombikat a múlt héten? Szóval, ahogy kinéztem a világító toronyból a minap, támadt egy ötletem. Mi lenne, ha bekapcsolnánk, hogy elcsalogassuk a holtakat? Úgy tűnik, bár az utóbbi évtizedekben nemigen használták, de hébe-hóba beüzemelték, különleges alkalmakkor. Így nem hiszem, hogy olyan rossz állapotban lenne. Egyetlen lehetőség. Átteheted egy nem használt akciókockádat a felhasznált készletedbe, hogy minden egyes helyszínről levégy egy zombit. Ha nem teszed, nem történik semmi. Ha már ilyen, na. Nem teszem. Ha már ilyen, nem teszem. Te rohadék vagy. Igen. Te áruló vagyok, hát miért ne? Fú. Nem, maradnak a zombik, menjünk tovább. Hát, hogy... Na jó van. Beraktam kettőt ide a biztonság kedvéért, hogy mindenkinek jó legyen. Eldobjuk. Kihívta a csajt! Miért? És... Te beleválasztottál, Tizi. Beleválasztottál. Otthon nem ilyen. Mit kell csinálnom? Hát... Szarnod a ventilátorba, igen. Azt kell csinálnom. Tudom, keresek hármassal a csajjal. Igen. Nem ott. De, ja nem itt. Nem ott! De, itt, ott. Ott. 1, 2, 3. Az a baj, hogy kiszoktuk ezt a játékot. Nem. Rendben leszünk. Meg kell ölni, ezt ennyi. Az, én kinyírom. Egy lövéssel. Ha még szeretnénk keresni... Mit teszel át még egy? Akkor nem, még egy... hát... Vagy ha ezt a keresést akarod folytatni, akkor felverjük egyel a zajszintet és húzol még egy lapot. Jó, akkor még igen. Meg fogja ölni a kutyidat. Melyik? Hova? Oda. Oda. Na, és akkor húzok még egyet? Igen. És akkor eldöntöm, hogy melyik egyet hagyom meg. Igen. És, akár... és lehet még egyet húzni? Igen. Igen. Azzal akkor még egyet föl még vagy egyet. A zajszint. Ha komolyan, igen. Engem csinálsz ki. Jó, de te onnan el tudsz majd jönni. De? El tudsz majd megjönni. Na jó, oké, akkor
Ezt megtartom. Az már tetszik? Igen. Annyira örülök, hogy nem húzott izé. Annyira örülök, hogy nem húzott túlélőt. Tele tudtam volna pakolni az egész. De még húzhat. Jó. Ja, nem, én csss. Ő is kim van. Aha, ugye? Ott akkor van. Vele de is most szeret... nem lesz még betegebb? Nem, nem. Mert ha meg lenne fagyva, akkor lenne. Igen. Szeretnék keresni. Valása. Egyet kapok. Igen, add meg a módját. Ugye? Amit érdemel. Ott. Szeretnék még egyet keresni. Szeretnék még egyet keresni. Azt át kell tenni? Azt át kell tenni. Jó. Kettőt. Szegény várjál, buddy. Nem, mert ő hanyassal keres, négyessel, nem baj. Igen, és ezek közül el kell döntenem, hogy melyiket tartom meg? Nem. Tessék? Nem, az mind a kettő tiéd most. Mind a kettő az enyém, akkor? A kívülállókkal mit csinálunk? És milyen csönd lett? Visszadobjuk. Hát attól függ, hogy oda mi van írva, hogy te kapod meg, vagy bekerül a... A túlélő pakli legfelső kártyáját, a követőit közé, a figuráját pedig a kolóniára. Jó, hát akkor van még egy karaktered. De jó! Egy egész áruló csapat. Akkor most kap még egy... Na most már nem vagyok annyira biztos benne, hogy nem fog leszopatni még. És a kamionsofőrt kérem! Ó, szívroham rod! Legalább van annyi, hátha. Igen, és de most akkor jár ide neki enni. Még egy kocka, vagy nem? Majd a következő körben kap még egy kocka, igen. És... hát ennyi. Elég volt, jó? Ez ennyi? Életem. Ennyi. Már az utolsó kockád, de nem csinálsz semmit. Nem, hát nem szeretnék már építkezni, elfáradtam. Hát nem, például tudsz még keresni. Egyessel? Valami, vagy hármassal? Valamit tegyél még keresztbe. A csaj is tud keresni hármassal. Tényleg, tudok keresni. Még annyit tudsz rombolni. Akkor még keresek, de ott négyet kapok, nem? Csak körönként egyszer, nem? De nagyon szimpatikus a tehetetlenséget. És lehet kérni még másikat? Lehet. Akkor kérek szépen. Mit fogunk csinálni? Még egyet lehet? Még egyet pont lehet, igen. Még pont egyet akkor lehet. Még azt még szeretném. Jó, nézed meg, hogy lehet ki. Igen, azt akarom megnézni, hogy tudjuk le. Hogy lehet kizárni. Köszönöm. Letiltani. Nem köszönöm. Azonnal letiltani. Érted? Otthon nem ilyen? Nem. Biztos? Nem, tényleg. Aludhatsz a kanapénkon. Pislök kettőt, hogyha valami. Én benne alszom otthon. Én melegben alszom ezek után. Jó, meg vagyok. Na, ő nem aludhat a kanapénkon. Kapsz jó, még egy kockát, és... Isten áldjon meg. Jó, mit csináljak? Mondjad, mester. Mondom, most hogy én húzok tudod... egy ilyet, nem? Igen. Igen. Az utolsót. Jó. Maria López? Nincs. López? Nincs. Nincs. Mondom, hogy tudjuk kiszavazni, jó? A szóval, amikor szavazunk... De ez még csak... Te most azonnal... Mi? Szavazás. A játékos indítványozhat egy szavazást a másik játékos számüzetéséről, az összes játékos köteles egyszerre szavazni, felfelé vagy lefelé tartott hüvelykújjal. Mire szavazunk, hogy benn maradjon, vagy kimenjen? Arra szavazunk, hogy kimenjen. Jó, akkor azt... Egyetértés van, majdnem. Ezt a felsőtet kell... Amelyiket akarod, az Isten áldja. Vigyed, melyik kell... De ez azért jó, mert a kedves nézők is megtapasztalhatják, hogy milyen az, amikor egy ilyen tető ül egy asztalnál velük. Ezt már jól tudják. Igen? Ja, hát persze. Ja, hát persze. Nagyon szépen köszönjük a szexi patronjainknak, hogy életben tartják ezt a csatornát. Ha te is szeretnéd támogatni a Fun with Geeks, akkor azt a leírásban lévő linken keresztül megteheted.